No hát tovább folytatnám a bemutatkozását ennek a nemrég megalakult munkacsoportnak. A Társadalmi Traumák Kutatócsoport 2021. februárjában alakult. Ezekről nem akarok többet mondani, oké. És arról beszélnék, hogy a céljaink. Hát egyik célunk ugye a transgenerációs traumát nem definiálok többet, mert minden már definiálva volt. Szóval az egyik célunk, hogy a kollektív traumatizációval kapcsolatos releváns kutatásokat, amit az egyetemünkön már sok oktató végzett, ezt megismertetni, láthatóvá tenni, új kutatási területeket kijelölni, új irányokat tematizálni, és vannak nekünk példaképeink is, és olyan jelentős traumakutatók, mint Ferenczi Sándor, Virág Teréz, Erős Ferenc, vagy Heller Ágnes. És ugye a családterápiás kutatások már az 50-es években kimutatták azt, hogy a holokauszt, a népirtás, a rabszolgaság befolyásolják a következő generációt is. És bár a holokauszt traumájának a generációkon átívelő átvitele ma már egy jól dokumentált tény, azonban a holokauszt túlélők unokáival, vagyis a harmadik generációval viszonylag kevés kutatás folyik. Ezt ugye mi az ELTE-n egy kutató szeminárium keretében, ahogy már Ági is mondta, elkezdtük végezni. A trauma generációkon átívelő átvitelét körülbelül 500 cikk, biztos sokkal több is vizsgálta, volt egy ilyen metaanalízis, de olyan jellegű általános következtetéseket azért nem sikerült kimutatni, hogy az, hogy valaki holokauszt érintettnek a leszármazottja, hogy ő jóval hajlamosabb lenne esetleg pszichiátriai zavarok kialakulására az ő esetében. Mindazonáltal a pszichoterápiás klinikumban és a pszichoterápiás praxisban azért a transgenerációs traumát vitel konstruktuma kiemelkedő, magyarázó értékkel bír. A háborúnak való kitettség, a kollektív trauma összefüggés mutat a szülők mentális egészségi problémáival, a szülői kötődési minőséggel, családszerkezettel és a további életeseményeknek a stresszre adott válaszreakcióival, illetve van a traumátvitelnek egy pszichofiziológiai vetülete is. Ez egy nagyon új dolog, hogy a modern biológia azt mondja, hogy nem csak olyan öröklődési formák léteznek, amelyek a DNS szekvenciát megváltoztatják, hanem olyanok is, amikor maga a gén szerkezet marad, csak a gén kifejeződés változik, ahogyan egy embrió sejtje is többféle útvonalat választhatnak, úgy egy genom több epigenetikus útvonallal is rendelkezhet. Ez ugye azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki hordozza a szkizofrénia gént, de nem lesz szkizofrén például. Ez egy, tulajdonképpen ezek a kutatások mutatták ki azt is, hogy fokozott kortizol termelésére, tehát stresszhormon termelést mutattak ki a holokauszt túlélők harmadik generációjánál is. És amiket még ezekben a mi kérdéseinkben próbálunk vizsgálni, azokat a nem tudatosuló családi üzeneteket, szkripteket, amelyek meghatározók lehetnek a létmódunkra, sors lehetőségeikre, a családi mítoszokat, anekdótákat, nyelvi képeket, kollektív hárításokat, megküzdési stratégiákat, és mindezekben a korábbi generációknak a megrázkódtatásainak az utórezgései jelen lehetnek, és tulajdonképpen készen kapunk, beleszülöttünk sokszor egy családi tapasztalatok által konstruált valóságba, ami elbeszéli, hogy milyen hely a világ.
a transzgenerációs traumátadás során valamilyen formában több nemzedéken átérvényesül a trauma hatása, a családtagok érzelmi mintázataiban, hiedelemrendszerében, az élethez, egészséghez, betegséghez, a halálhoz való viszonyulásokhoz. Kérdés, hogy hogyan hordozza az egyén a felnőttként viselkedésében, mondataiban, gondolataiban, érzéseiben családja tudattalanul továbbadott fájdalmas örökségét. Őseink, családunk, a közösségünk története hogyan alakítják a sors lehetőségeinket már a fogantatásunk előtt. Ezek elég ismert családi mintázatok, hogy amit ugye több családterapeuta is leírt, hogy holokausztul élőknek a családjában gyakori a szeparáció, individuáció, az elszakadás, a leválás, az önállósodásnak a nehézsége, elhúzódása, akár kudarca, mert a családi rendszer ezt tudattalanul a szeparációt, a halála azonosítja, hasonlóképpen jellemző lehet bizonyos családokban az egészséges, hipernormális utódok, ugyanis a családi tudattalanban a betegség, a halál ekvivalense, gyakoriak ugye az agresszió, merev gátlása, kontrollálása, vannak ugye a szuper teljesítők, szuper sikeresnek kell lenni, hogy kompenzálják a felmenőik veszteségét, sok diplomát szerezni, akár harmadik doktori fokozatot is. Az alexitímia, alexitímia azt jelenti, hogy valakinek nincsenek szavai az érzelmi állapotaira, ezért a teste beszél helyettük, és ezek a szomatizáló tünetek, ezek tulajdonképpen sokszor az intimitás, törődés kiváltának tudattalan eszköze olyan családok esetében, ahol az érzelmeket igyekszenek távol tartani. És gyakori ugye, hogy olyan gondolatok kísérik a harmadik generációs túlélőket is, hogy bármikor valami szörnyűség történhet velük és családjukkal. Tehát gyakorlatilag a kutatásunkban három témát vizsgálunk, a holokauszt transzgenerációs traumáját, hogy az Ági is mondta, a gender és a holokauszt emléke és a trauma, illetve a megküzdési stratégiákat, a rezilienciát. Reziliencia azt jelenti, hogy dacára annak, hogy valakinek nagyon nehéz tapasztalatai voltak, mégis erősen, egészségesen, talán megerősödve jön ki ez, amit szokták mondani, ami nem öl meg, az megerősít. Nyilván, hogy ezek a kérdések ezt vizsgálják, hogy milyen fajta olyan coping, olyan megküzdő stratégiák erednek abból a tudásból, abból a családi működésből, gyerekként, felnőttként, ami a zsidósággal, holokauszttal kapcsolatos, illetve hogy hogyan vezethet a traumatizáció személyes lelki érzelmi gazdagodáshoz. Egy utolsó gondolatot szeretnék mondani, hogy mi azt gondoljuk, talán tudom ezt többes számban is mondani, hogy a holokauszt kutatása és az, hogy megpróbáljuk megérteni a holokausztot, a túlélők helyzetét, ezzel azt is szeretnénk, hogy segítsünk más traumatizált embereknek is, és olyan tudás birtokában legyünk, hogy és mint szociális munkások, pszichológusok, vagy egyéb társadalomtudósok mindenféle szinteken segítsünk esetleg társadalmiasítani egyéb traumákat, és így segíteni a holokauszt tapasztalataival. Szóval ez egy, talán azt mondhatnám, hogy ez egy nem titkolt szándékunk, és ezért is gondoltuk, hogy a szociális munka egy olyan szakma, ahol nagyon sok traumatizált emberrel foglalkozunk, és a kutatásaink talán segítenek más traumatizált csoportoknak is. Kérjük Hegyesi Gábort. Jó
Köszönöm. Csak azért, hogy mindig elsőnek a legnehezebb, úgyhogy úgy is akartam valamit kérdezni, miért ne. Hát először is gratulálok. Barátaim, kollégáim ülnek ott, úgyhogy tényleg jól ismerem, amit csináltok, és Kati, neked külön. Kár, hogy a Zoli elment. Igen, egy helyes. Zolit meg akartam volna kérdezni, hogy ez a stratégia, amit az Ági fölvázol, az egyénitől a társadalmiig, mennyiben segített neki? 70 éve hordozza ezt a traumát magában. És nagyon, szerintem nem bírta a feszkót. Azért ment el, nagyon kár, de majd egyszer megkérdezem tőle. Na most, amit tőletek akarnék kérdezni, Zoli és Ági és veled együtt. Te az előadásodban az elején lényegében azt mondtad, el ezt ismerem egy írásodban is, és nagyon tetszik, hogy van olyan trauma, ahol jó az, ha elnyomódik. Tehát az a megoldás a traumával való szemben, és nem kibeszélni, hanem elnyomni. Még a másik előadásnak igazából az a stratégia, a javaslata, hogy az egyénből fölvinni a nyilvánosság szintjére. Én nem azt akarom kérdezni, hogy melyik az igaz. Szerintem mind a kettő. Van-e arra valami tudásunk, hogy mikor melyik? Mert ez meghatározhat pszichoanalitikus stratégiát is, meg társadalmi stratégiát is. Vagy esetleg erről tudunk-e gondolkodni? Ezt akarnám kérdezni tőletek. Én csak gyorsan előjáróban aztán, hogy nyilván más a kérdés a transzgenerációs traumatizációval, a másod, harmad, negyed generációs. Ott szerintem a kibeszélésnek sokkal nagyobb szerepe van. Mert a holokausztról ők, hát most már ugye egyre kevesebben vannak, velük már nem lehet... Az életük utolsó periódusában a holokauszt túlélők elkezdtek beszélni erről tipikusan. Persze voltak olyan holokauszt túlélők, akik egész életükben erről beszéltek, csak a holokausztról. De nagyon sokan, ugye a többség inkább nem beszélt erről. De viszont a életük utolsó fázisában nagyon érdekes, hogy elkezdtek nagyon beszélni erről. És hogy ez is más, változik dinamikusan, egész más a Izraelben élő holokauszt túlélők, a Magyarországon, Amerikában. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés, és én talán csak annyit akarok mondani az én kutatásaim kapcsán, hogy nem biztos, hogy az jó, hogyha feltépkedjük a sebeket. A pszichológiának van egy olyan, ezt majd a Krisztián erről majd többet tud, mint én, hogy át kell beszélni, ki kell beszélni, ki kell mondani dolgokat, meg fel kell dolgozni, és lehet, hogy a súlyos traumát ért embereknél ez nem jó. De ez egy teória, és lehet az a jó, hogyha van, ezt tovább gondoljuk, és nem biztos, hogy igaz, ez egy fölvetés, és akkor az a jó, hogy ezen gondolkozunk. Igen, hát a traumapszichológia, a katasztrófa pszichológia esetében merül fel gyakran az, hogy az úgynevezett debriefing, vagyis itt kibeszélni a traumát, az mondjuk tűzoltók esetén, akik valami rettenetet láttak, az a jobb, vagy pedig hallgatni, és igen, valóban azt találták, amit az Oli is mond, hogy a túlságosan szétbontása, hogy ki mit élt meg, ki hogy élt át, nem minden esetben segít, de ez ilyen aktuál, tehát nem kollektív trauma, és nem egy ilyen időben nagyon messze lévő trauma. De még eszembe jutott ez a jótékony pofon, ami az emberét, vállást szolgálja, és hogy ez ennek lenne az eszköze. Hát az is egyfajta trauma feldolgozása, átkeretezzük. A szereplő azt mondta, hogy azért lettem ember, mert pofonokat kaptam. Azt így is át lehetne keretezni, hogy dacára annak, hogy pofonokat kaptam, emberséges emberré váltam. Vagy ugye, amikor pofont kap egy gyerek, akkor nem biztos, hogy a felnőttet meri gyűlölni ezért, mert függ tőle, hanem magát kezdi el gyűlölni, és magát kezdi el leértékelni. Én meg azt gondolom, hogy a kollektív trauma esetében az elhallgatás az ártalmas, rendkívül ártalmas.
Most azt például arra gondolok, hogy, és az nagyon jó volt, amit mondtál, Zoli, hogy, hogy igen, ez egy fontos, hogy a holokauszt traumának a társadalmi transformációja tulajdonképpen mintát mutat bármiféle trauma társadalmi transformációjának. Tehát, hogy ezeket az utakat kell végigjárni. A roma diszkrimináció Magyarországon. Tehát, hogy elképesztő az az állapot és az a traumatizáltság, amiben a roma gyerekek, a roma felnőttek és a roma emberek élnek ma Magyarországon. Tehát, hogy az, hogy nem beszélünk erről, hogy nincs ott a híradóban, vagy csak meghatározott kontextusban jelenik meg a nyilvánosságban, és ez a kontextus ez mindig azt a társadalmi vélekedést erősíti, hogy megérdemlik, mert hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok. Ez egyszerűen borzalmas. Tehát ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát ezt nem lehet megváltoztatni, csak egyféleképpen, hogyha bekerül a nyilvánosságba egyértelműen annak a valósága, hogy mi történik. Azoknak a hétköznapoknak, a nőgyógyászaton, a nőgyógyászati klinikán, a nők elszeparálása, külön kórterembetétele, a munkahelyről való folyamatos elutasítás, az előítéleteknek és a diszkriminációnak az ezer formája. Én azt gondolom, hogy a kollektív traumákat nem tilos elhallgatni. Az egyetlen egy módja az, hogy a nyilvánosságon keresztül hiteles beszámolókkal valamilyen módon megnyerni az együttérzését annak a közvéleménynek, ami lehetővé teszi majd azt, hogy traumatizált csoportként fogadják el azt a csoportot. Egy mondatot szeretnék csak ehhez hozzáadni, hogy azt gondolom, hogy a mostani választási eredmények is összefüggésben vannak azzal a szembenézési képtelenséggel, ami a magyar társadalmat jellemezte, vagy igazából a rózsaszín háromszöget hordó Auschwitzban élt embereknek a sorsával való nem szembenézés, és a népszavazás, és az LMBT embereknek a stigmatizálása, hát ez is egy szembenézési képtelenség okoz. Nekem egy rövid kérdésem lenne, én alapvetően egyetértek avval, hogy a kollektív traumák, akik kell beszélni és meg kell dolgozni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy azok, akikre ez hárul, tehát az áldozatok, ha csak belegondolunk abba, hogy az Eichmann perben tanúskodó túlélők közül több belebetegedett ebbe, ha belegondolunk abba, amiket mindenféle történeti kutatások, csak egy példát mondok, a Szovjetunióban a háború után zajló, náci vagy kollaboráns perekben, akiket behívtak tanulnak, és ott mondjuk nőknek el kell mondani azt, hogy ők partizánok voltak, de a partizánok őket megerőszakolták. Tehát zsidó partizánok voltak, de a nem zsidó partizánok őket megerőszakolták. Ez nem volt olyan nagyon könnyű ott egy per körülményei között. Tehát, hogy olyan teher hárul azokra, akik ennek az elbeszélői, ami benne mindig felveti ezt a kérdést, hogy ezt rájuk lőcsölhetjük-e. Ez egy nagyon jogos kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási teher. Valóban így van. Nem lehet azt mondani, hogy de igenis el kell vállalni valakiknek, és de igenis ki kell állni, és de igenis el kell mondani. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy vannak technikák, amivel mégis megoldható ez. Például a távolítás. Tehát, hogy lehet... Nem véletlen egyébként, hogy jó néhány évnek, vagy akár évtizednek is el kell telni sokszor egy-egy eseményt követően. Mert maga az időbeli távolítás az egy lehetőséget ad arra, hogy elszeparálja az ember magát, leválassza arról a traumatikus eseményről. És mint egy kívülálló, kívülről nézzen rá, és úgy mondja el a történetet. Vagy úgy elmondani a történetet, hogy az nem vele, hanem valaki mással történt meg. Persze ezeknek a hitelességét nagyon sokszor megkérdőjelezi. De első lépésben én azt gondolom, hogy vannak módok,
amilyen, ahogyan el lehet ezeket a traumákat mondani, úgyhogy hogy kevésbé sérüljön az, aki a trauma hordozója. Üdvözletem neked, én Varga Árpád vagyok, az Orzsének egy harmadéves szociális munkás hallgatója. Az úrnak, a tanár úrnak szeretnék válaszolni. Én kétféleképpen értelmeztem az ön kérdése a tanár úrhoz, és egyetértve a tanárnővel, hogy én 45 éve hordozom magamban az állami gondozást. Ez a kérdés felmerül bennünk, hogy mit érezhetünk, és mi van önmagamban, hogy az elnyomás, amit ön is megkérdőjelez, hogy kell esetleg is, hogy itt volt az úr 70 éve, és hogy ez az elnyomás ez esetleg indirektben van, vagy tudattalanban működik, ezt nem tudok rá választani okosan. De egy biztos, hogy életet mentett. Én is sokáig elhallgatom. Mert nem biztos, hogy minden helyzetben erről kell beszélnem ahhoz, hogy azt túléljem, hogy segítséget kaphatok bárkitől. Akár az élettől pozitív értelemben, és azokat a negatív dolgokat, ami ott ért engem, pofon, sérülés, aminek most műtéti áldozata vagyok, és nem sikerült, ezt nem mindenkinek mondhatom el. Viszont azzal, hogy kiléptem ezzel, és ahogy a tanárnő mondta, egy kívülálló szemmel, idézőjelben eltolom hátra ezeket a sérelmeket, mert azért voltak pozitív oldalán evel otthonnak, sokkal több, mint amiért én itt állok most. Én nem véletlenül jöttem el erre az előadásra. És nekem ez nagyon nehéz feldolgozni is, de menni az életbe tovább. És most az Orzsén, hál' Istennek van lehetőség erre. Hát igen, itt ez a baj. Ez a baj, hogy az elhallgatás az rosszabb következményekkel jár, mint a beszéd, mint a dologról való beszéd. És én is jövünk idősek, mert most én 45 vagyok, de ahogy mondta az úr is, hogy itt a katatim fázisnak van egy olyan részét, amikor az idősek elkezdenek önmaguktól mesélni, és a régi képek följönnek gyermekkorban, és valakinek szeretném én is elmondani, de kinek? És itt jön be ennek a lényeg. Igen, a és a kutatás, pontosan. Hátul ott van valaki. Igen, tehát ez például nagyon fontos, például akár a mi traumakutató csoportunk szempontjából is, hogy maga a kutatás, tehát hogy vannak, akik fölveszik a fonalat és megkérdezik. Tehát nem kell nyilvánosan elvállalni, tulajdonképpen odaállni mindenki elé, hanem el lehet mondani egy biztonságos, védett környezetben, egy interjúban. És az ugyanúgy iszonyú kemény hatást tud kifejteni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek, akik felelősséget éreznek azért, hogy a dolgok nyilvánosságra kerüljenek. Még van itt egy kérdés hátul, igen, nem? Köszönjük Árpádnak az őszintességet, és hogy ilyen, így felvállaltad ezt, és nagyon megható volt, meg együtt érzünk veled. Ezt köszönjük, hogy ezt ilyen őszintén elmondtad. Még lenne egy kérdés. Én szerintem a nyilvánvalót kérdezem, itt többször elhangzott a nyilvánosság szó, hogy mennyire kritikusan fontos, vagy a most, amiket megosztott gondolatokat hallottunk, hogy mi az a közeg, ahol lehet őszintének lenni, és föltárni ezeket a gondolatokat. De nekem egy kérdésem lenne, mint akik egy más fórumon próbálunk hasonló réseket vágni az elhallgatás falai Magyarországon, hogy látják ennek a lehetőségét, mert most itt egy ilyen közegben vagyunk, hogy hogyan lehet ennek nyilvánosságot teremteni, mert pontosan tudjuk, hogy a közmédiában mi zajlik, pontosan tudjuk, hogy a közvélemény, ha ilyen létezik, mi zajlik, tehát mik lehetnek a lehetetlenség ellenére is azok a fórumok, ahol
a kibeszélésnek ezek a körei létrejöhetnek, az ilyen nagyon szűk és nagyon elméleti körökön túl? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy hát ez az a nyilvánosságnak az arénái, amiről, vagy a trauma megjelenésének az arénája, amiről beszéltem, hogy itt nagyon sok minden megjelenik a hatalom természetéről, hogy kik uralják a nyilvánosságot, mit engednek, ki beszélhet, mit beszélhet. És ez egy nagyon komplex történet, és nagyon jó a példa, hogy ma gyakorlatilag itt nagyon nehéz nyilvánosságot teremteni. Mondhatnám bárminek is, ami nem egyetlen egy dologról szól. És én azt gondolom, hogy ilyen esetben nincs más, mint az, hogy azok a kiskörök, a szabadság kiskörei, ahogyan Bibó fogalmazott. Muszáj. Gondoljunk csak arra, hogy a Fidesz mit csinált 2002 után. Létrehozta a polgári köröket. Mindenütt. Az országban. Egy nagy hálózatot teremtett. Elképesztően. Kulturális szinten szippantotta be az embereket, de nagyon egyértelmű politikai irányultságot. Én ezt földolgoztam egy tanulmányomban, ami a civil társadalomról szól, de most ez egy mellékes. Engem megdöbbentett ez az egész folyamat. Járható ez az út. Mi is megcsinálhatjuk, sőt, meg kell csinálnunk. Itt vagyok. Nagyon elhúzódott az idő, és engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy ez a mondat. Nagyon fontos. Járható ez az út, teremtsük meg ezeket a kis közösségeket. Mindegyikünknek megvan erre a lehetősége, és talán a Bálint ház is otthont ad, a jelenlévők képesek rá, hogy megteremtsék a saját körükbe, és én rendkívül hálásan köszönöm, hogy idáig itt voltatok, és ezt a délutánt velünk töltöttétek, van mondani való bőven. Az ELTE-nek is gratulálok, az Orzsénak is gratulálok, és én szeretném azzal befejezni, egy ember maradt itt a mi körünkből, de fölhívom a ti figyelmeteket is Viktor Frankl művére, és mégis mondj igent az életre. És én ebben hiszek, és azt gondolom, hogyha olyan csoportok működnek, akik mindannak ellenére, amit Andrea itt elmondott, hogy milyen körülmények közt élünk, és mégis mondj igent az életre. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok.